A Tolna megyei szakképzési centrum Dombóvári Eszterházy Miklós szakképzőiskolájában az ország 6 másik intézményével együtt elsőként indítottak olyan képzést, mely a tanulás és a szakmaválasztás nehézségeivel küzdő gyerekek számára nyújt támogatást. A próbaév sikeres volt, így a szakemberek az előkészítő évi képzést az ország összes szakképző intézményébe bevezetésre ajánlják. Én azt mondom, hogy nem baj, ha kötelezővé teszik, ugyanis ez a program olyan 8. osztályt végzett, tehát sikeresen elvégezte az általános iskolát ezek a gyerekek, tanulók, viszont bizonytalanok, valamint kompetencia hiányosak, készséghiányosak, van, hogy tanulásukban akadályozottak is, és nagy segítség kell nekik ahhoz, hogy utána igazán célokat tűzzenek ki maguk elé, és pályát válasszanak, amivel az életüket megalapozzák. Hát mi erre készítjük őket fel. Ebben a tanteremben folyik a képzés, melynek kialakítása is jelzi, nem a hagyományos iskolai módszerek alapján történik az oktatás. A szakmaválasztás lehetőségét pedig úgy kínálják fel a gyerekeknek, hogy tapasztalatokat szerezhessenek számos munkaterület mindennapjaiból, és ezek alapján hozhatnak döntést arról, merre szeretnének tovább lépni. Az első évben, az elmúlt évben 22 ilyen tanulónk volt ebben az osztályban, akiknek tehát teljesen, tehát ez teljesen más gondolkodásmódot igényel ez az egyéni tanulás út. Ez a gyerekeknek a mentorálása. A hétköznapokban tényleg azt mondhatom, néha egy kis családpótló is, akik ezekben az osztályokban dolgoznak, és mindenben más. Tehát ha egy napot mondok, akkor az nem úgy kezdődik, hogy a gyerekek bejönnek, becsengettek, bevonulnak, leülnek, kipakolnak, hanem egy olyan családias hangulatban kezdik el, elmesélik a kis dolgaikat, problémáikat, tehát egy ilyen feszültséglevezető és örömbánat megosztó fél órát együtt, sokszor együtt reggeliznek a nevelővel, és indítják el a napot. A módszerekben pedig ez már mutatja azt, hogy itt nem tantárgyakban kell gondolkodni. Tehát itt nem tantárgyak vannak, hanem modulok. A modulokban alapkompetenciafejlesztések vannak, tehát természetesen, hogy a reál, a humán tantárgyaknak a megerősítése, tehát nem az általános iskolában elmaradt készségek és képességek fejlesztéséről, vagy a tananyag fejlesztésről van szó, hanem maguknak, a gyerekeknek egyszer egy önismeret, hogy ő saját magát biztosan tudja, hogy milyen pozitívumokkal, milyen negatívumokkal, vagy mondjam erősségekkel, gyengeségekkel rendelkezik, és természetesen az erősségekre alapozva fejlesztjük őket tovább. Az iskola az előkészítő év után saját képzési rendszerében ad lehetőséget a gyerekeknek a továbbtanulásra. Azon kívül, hogy alapkompetencia fejlesztés folyik, viszont a munkavállalás kompetenciájának a kiemelt fejlesztése történik, és mi adunk nekik lehetőséget arra, hogy megismerjék a szakmákat. És ez nem csak iskolán belül történik, amikor szakoktatók itt az intézményen belül a műhelyekben és az egyes szakmáknak az alap ismereteivel ismertetik meg a gyerekeket, hanem mi kivisszük őket munkahelyekre, külső gyakorlati helyekre, ahol végignézhetik, hogy igazán ez a szakma mivel jár. Milyen készségek kellenek ahhoz, hogy egyáltalán ezt el tudja látni. De sokszor az egészségügyi dolgok is számítanak, mert hiába választott volna, mondjuk szívesen lenne festőmázoló, kiderül, hogy szintévesztő. Tehát itt nagyon sok minden befolyásolja azt, de mi ebbe ugye szépen irányítgatjuk őket, és itt iskolán belül is kipróbálhatják. Tehát nem beszélünk a szakmáról, hanem kipróbálhatják önmagukat. Tehát részt vesznek egy főzésen, részt vesznek egy hegesztésen, részt vesznek olyan lehetőségeket, amit mi tudunk nyújtani. Az első évben összesen egy olyan gyerek volt, akit nem sikerült további képzésbe bevonni. Kemény Kornélia véleménye szerint minden az általános iskolában végző diák számára, és különösen a nehéz háttérrel élők számára előnyös lenne egy ilyen év elvégzése,
Mert a tapasztalatok azt mutatják, a 14 éves gyerekek még nem érettek arra, hogy szakmát válasszanak, hiszen nincs meg hozzá a megfelelő kompetenciájuk.